Mások mellett plusz krediteket szerezhetnek ezentúl azok a diákok, akik a Dunaújvárosi Egyetemre jelentkeznek a Tolna megyei szakképzési centrum két intézményéből. Az AD és a Bezerédi technikumokból felvételiző fiatalok így akár fél évvel is lerövidíthetik felsőoktatási tanulmányaikat. Az ezzel kapcsolatos együttműködési megállapodást most írták alá a felek. Ez egy iskolákon átívelő együttműködésnek az alapja a jövőre nézve. Ami a szakképzés átalakításait illeti, azt gondolom az elmúlt év nagyon-nagyon sok eredményt hozott. Egyrésztről azt biztonsággal el tudom mondani, hogy a szakképzésből az egyetemre jelentkezők száma nagyon nagy mértékben számszakilag 74%-kal megnövekedett. A szekszárdi Ady Endre Technikumból a gépészeti, valamint az informatikai és távközlési ágazatok vesznek részt egyelőre az együttműködésben. Ez most már a belépésnél is egy olyan előny, egy olyan lehetőség, ami új jelentkezőket és egyre jobb jelentkezőket hozhat az iskolába, ebben biztos vagyok. És igazándiból a felvételi átlagokon jelentkezik is az a javulás, amit mi vártunk az új szakképzési rendszernek a változásai során. Olyan rugalmas tanulási utak vannak benne az iskolában, a technikumban, amik az egyetem felé rengeteg előnyt kínálnak. A Bezerédi István Technikum szintén csatlakozott a kezdeményezéshez. Ők a gazdálkodás és menedzsment ágazatban tanuló diákjaiknak nyitottak ezzel új kapukat. Megfeleltettük a tantárgyakat, a tananyagegységeket lényegében, és ezáltal a diákok a fél év spórolást a felsőoktatási tanulmányokban el tudják érni. Nagyon-nagyon lényeges az is, hogy ez a kapcsolat ez még az elején jár. Már nagyon sok minden történt, de még nagyon sok minden fog is. A Tolna megyei szakképzési centrum és a Dunaújvárosi Egyetem a tervek szerint a jövőben több közös rendezvényt is tart majd.